A Kubini Ágoston Múzeum szakmai támogatási programban bruttó 6 millió forintot nyert a Vasvári Pál Múzeum. Az elnyert összegből egy közel 50 éve látható állandó kiállítás teljes körű felújítása valósul meg. A tárlat 2012-ben költözött át az Ady Endre úti főépületbe. A felújítás után is itt lesz elérhető az érdeklődők számára egy régi új kiállítás fog megújulni, szabolcs már bereg megye orvos és gyógyszerészet története. Ez a kiállítás már a 70-es évektől látható volt a múzeumunkban, és az elmúlt időszakban egy nagyobb épületbe költözött a múzeum, ahol most is vagyunk, és lehetőség nyílt arra, hogy egy interaktívabb 21. századi formában mutassuk be ezt a tárlatot, úgyhogy ez fog most itt megújulni, illetve egy kis részéből ebből az összegből a régészeti tárlatunk kap interaktív elemet, Neket, ami látogatóbarátabbá teszi ezt a nagy kiállítást. Az épületben két irodai helyiségből alakítanak ki majd egy új termet a kibővült tárlatnak. A munkák még idén elkezdődnek, és várhatóan jövő év június végére befejeződnek, így a 2016-os múzeumok éjszakáján már a kibővített kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők Tiszavasváriban. Az orvosi és történet is újra érdekes lesz, hiszen egy megyei színfoltot mutatunk be. Szintén kerül bele régészeti anyag, de legfontosabb az, hogy hogy is alakultak ki megyénkben a patikák, illetve kik voltak azok a híres orvosok, akik a mi orvos tudományunkat előre vitték, így például Jós és Korányi családra fogunk megemlékezni. A Vasvári Pál Múzeum idén tekintélyes szakmai elismerést kapott a Pulszki Társaság Bíráló Bizottság elismerő oklevelét érdemelte ki, ezt a rangot a tudatos, stratégiai gondolkodás során kialakított közösségi központú intézményfejlesztésért kapta.